Hát ezzel az átmeneti fizikai testével akkor elég sok problémát tapasztal, születés, betegség, öregség, halál, de amikor a lelki gyakorlatok által, a szentírások tanulmányozása által felébred ez a transzcendentális tudás, hogy mi nem ehhez a világhoz tartozunk, hanem van egy kapcsolatunk a legfelsőbb személlyel, Istennel, akit mi Krisnának hívünk, Istennek sok neve van. Krisna azt jelenti, hogy mindenkit vonzó személy, Ráma minden boldogság forrása, Hari, aki minden szenvedést elvesz. És amikor valaki kapcsolatba kerül a legfelsőbb személy, akkor tud egy magasabb szintű boldogságot tapasztalni, mert gyakorlatilag mindenki boldog akar lenni. Aztán, hogy ki hogy akar boldog lenni, ott már vannak variációk, hogy ki mibe keresi a boldogságot. De a lelki gyakorlata az arról szól, hogy Istennel való kapcsolatból keresik főleg a Krisna hívők, meg más vallások gyakorló is a boldogságot. És ennek a filozófiának vannak gyakorlati megnyilvánulása, hogy néz ki ez a mindennapi életben. Például ott van Krisna völgy, ez egy 300 hektáros biofarm. És ez nem véletlenül van így, mert amikor valaki úgy gondolkodik, hogy minden Istenhez tartozik, ez a világ is Istennek a tulajdon, akkor nem mindegy, hogy bánunk vele, hogy mennyire szemetelünk, vagy nem szemetelünk, vagy hogyan bánunk a Földdel, mindennel, ami ehhez kapcsolódik. És ugye Krisna völgy egy biogazdaság, és próbálunk vigyázni, hogy próbálunk önfenntartóan élni, megtermelni azokat a zöldségeket, gyümölcsöket, gabonát, mézet, minden, ami kell az élethez, mert ezek egyrészt természetesek, és egyrészt sokkal jobb minőségűek, mint minden más. Jó napot kívánok! És amikor valaki látja a kapcsolatát, a Istennel való kapcsolatát a körülöttünk lévő világba, akkor sokkal könnyebb Isten tudatosnak lenni, vagy Krisna tudatosnak, mert minden Istentől származik, nincs olyan dolog, ami nem tőle származik. De hogy mennyire emlékszünk erre a kapcsolatra, és amikor valaki egy ilyen természetes közegben él, akkor sokkal könnyebb ezt az emlékezést megvalósítani. És amellett, hogy ott van egy ökogazdaság, egy biogazdaság, ez a Krisna völgy a Magyarországon Krisna tudatú hívők közösségének a központja. Tehát, hogy nagyon sokan jönnek oda, nagyon sokan próbálják megismerni valamilyen szempontból. Van, akik csak eljönnek, mint turisták, van, akiket érdekel az ökológia, van, akiket érdekel a vegetarianizmus, van, akiket érdekel konkrétan a vallás gyakorlat, vagy ugye ez a cím, hogy a elme fájdalomcsillapítás, hogy érdekel valakit a meditáció. És mondjuk 25-30 ezer vendégünk van most már évente, vannak tanfolyamok, nagyon sokan jönnek különböző módon, érdeklődnek a Krisna tudat iránt, és mi próbáljuk ezt bemutatni. Könyveken keresztül, az életmódon keresztül, például most a búcsúban volt egy házlátogatás, mert sokan kérdezték, mert a templom látogatható, a kertészet, a tehenészet, az iskola, de maga a lakó rész, a lakóövezet az nem. Nagyon kíváncsiak az emberek, hogy akkor hogy élnek a krisnások, hogy néz ki egy ház belülről, és hogy néz ki a mindennapi élet. És amikor a búcsúban ezt meghirdettük, hogy van ez a házlátogatás, rengetegen jöttek. Tehát, hogy a 3 nap alatt több mint 1000 ember meglátogatott bennünket a saját otthonunkban, mert nagyon érdekelte őket. Például kútból húzzuk a vizet, akkor cserépkályhával fűtünk. Az áram maximum napelemekből van legalább a lakóházakban, és az ad egy másik fajta életformát, tehát hogy másképp néz ki akkor az élet. És akkor jobban igazodik a természetes bioritmushoz, ugye, hogy akkor mikor változik a nap. Ugye, amikor lemegy a nap, amikor már sötét van, akkor az jelzi a pihenésnek az időszakát. Ugye lehet, hogy télen korábban, nyáron későbben jön, de a mai modern élet gyakran összekeveri
hogy a nappalt éjszakává, az éjszakát nappallá teveszi. Az éjszakáváshoz hozott távol nem tesz, hogy az emberi szervezet. Az nem tesz annyira jó. Nekem sokat kell dolgoznom éjszaka. Igen? Éjjelei őr esetleg? Nem, én rendőr vagyok, aztán azért. Tényleg? Sokat kell dolgoznom éjszaka, de ez a tisztában vagyok. Tehát az éjszakázás után a következő nap az nagyon nehéz. Uh-huh. Tehát a fönn kell lenni, mert fönn kell lenni. Utána az a nap az nagyon, azt is mondhatnám, hogy pocsékba megy. Aha. Ja, milyen csúnya szóval kifejezve, uh-huh. hogy az nem olyan nap, mint például ez a mai, hogy uh-huh. tegnap este lefeküdtem. 10 óra, 11 körül lefeküdtem, fölkeltem olyan 7 óra, 4-8 körül, és akkor tudtam pihenni, amennyi jól esett, és hogy jól éreztem magamat, jól érzem egész nap, az nem olyan, amikor fönt vagyok egész éjszaka, reggel hazamegyek, kicsit pihenek délelőtt vagy délután, és akkor csak vagyok. Uh-huh. Akkor semmi sem olyan, mint pihentem. Aha. Igen, ez a fölborul ez a ritmus, az megváltoztatja azt a napomat, tehát az nagyon-nagyon érződik rajta. Na igen, ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezt tényleg, ezt az embereket be tudja tartani, az sok mindent befolyásol. Igen, tehát hogy például ugye, ami főleg felborítja ezt a bioritmust, ugye ami először felborított az elektromos áram, igen. ami utána felborított az a televízió, és ami még jobban felborított, az az internet. Internet. Igen, erről ma is beszéltünk, mert voltak nálunk vendégek, rokonok, és akkor, hogy mennyi jó, meg káros hatása van. Ugye most azt nézem, ha az ember okos, használja az internetet, akkor vannak előnyei. Persze. Segíteni, mert például nem tudtuk, hogyan kell a láncfűrészt, van rajta egy ilyen csillagkerék, a kuplunk barang, nem tudtuk, hogyan kell levenni. És akkor az interneten megkerestem a használati útmutatóját, és rajta volt, hogy be kell húzni a gázkart, és akkor le kell húzni. Hát ilyen egyszerű. Az internet is tud segíteni, ugye vannak rajta nagyon, tehát olyan dolgok, amik... Vannak hasznosak, és vannak nagyon, nagyon haszontalan dolgok is. Abszolút nincs szükség az embernek, de ott van, és találkozik vele, mert fölbukkan mondjuk egy reklám formájába, vagy egy olyan videó néz, vagy egy olyan szöveget, vagy a Facebookon olyan hozzászólások, olyan megosztások vannak, amit lát, mert olyan ismerős teszi föl. Nekem is most megmondom őszintén, van egy csomó olyan ismerősöm, akiket a követését letiltottam, mert egyszerűen nem tetszett a megnyilvánulásuk. Tehát én nem szeretem az olyan megnyilvánulásokat, amikor elítélnek másokat azért, mert valaki ilyen, van, aki olyan. Tehát ők is magukat, hogy mondjam, ilyen szélsőségesek. Igen. Na, tehát az ez nekem. Tehát ezzel is találkozik, ezzel is szembesülni kell. Uh-huh. És ugye, ha nincs az internet, nem használja az emberek az internetet, akkor ritkában találkozik ezzel, mert ugye, uh-huh. ugye megválogatja a kapcsolja, nem azt megválogatja, hanem ritkában találkozik azokkal az emberekkel, ha fönn az interneten, a Facebookon meg ott meg fönn van, most nevesen, uh-huh. ugye. Most ez a sláger, ez kezdve, ez bejött, ez egy újdonság, mondom, ennek is lesz egy lecsengése majd. Aha. De ugye most ez az újdonság, mindenki ott akar érvényesülni. Ott, van, aki ott éli az életét, közben elvesztegeti az idejét, mert az igazi emberi kapcsolatokra meg nem marad. Mert az csak egy virtuális valóság. Virtuális kapcsolat, nem egy igazi kapcsolat. Tehát, hogy nekem az arra jó tényleg, hogyha nekem is vannak olyan volt régi ismerőseim, akiket még annak idején még a határőrségnél ismertem meg, vagy olyan rendőr ismerőseim, akik az ország más részébe szolgálnak, és akkor velük. Tehát őket ismerem, és akkor tudom, hogy néha a születésnapjukon, vagy névnapjukon megköszöntöm, meg mi van velük, látom, ha megosztják, vagy látják, amit én meghoztam. Azt szerintem arra tökéletesen jó. De aki itt él velem, az ugye az a minden nap találkozom arra, akkor nincs szükségem a Facebookra, mert találkozom, meg tudok róla. Csak sokan arra használják, hogy a mindennapi életüket is a Facebookon élik. Uh-huh. Ezzel mondjuk nem értek egyet. Lehet, hogy egy kicsit későn találkoztam vele, és nem tudom magamat annyira beleélni, de nem tudom, ezzel nem tudok kapcsolni. Az, hogy ugye, sok ismerősömet meg tudom én, a világ másik felén él, és akkor sok ismerősöm, néhány ott élnek, és akkor látom, hogy mi történik vele, az arra való, hogy azt mondom, hogy jó. Uh-huh. Mert hogy mondom, nem vesztem el vele a kapcsolatot. Igen, mert van egy folyamata. Ha nem lenne ez, akkor nem tudnám, hogy mi van vele. Van vele. Uh-huh. Erre mondjuk jó az internet. De igen, és ahogy tartottuk, hogy ez a másik rossz, hogy ez is valamilyen szinten az emberi elmét egy kicsit
kizsákmányolja, vagy hogy? Egyrészt, meg másrészt igen, hogy felborítja a mindennapok életritmusát, mert a napszakoknak is megvan a maga tevékenység, ami hozzá kapcsolódik, például a hajnali időszak az jó, a lelki gyakorlatokra, az elmélyülésre, a tanulásra, a napközben az a munkára, a szolgálatra, és az éjszakad meg a pihenéssel való. De amikor ezek így összekeverednek, akkor... Ezek most már több mint 20 évet csinálom, tehát nálam ezek abszolút összekeverednek, sajnos nem mondom bele. De mi munkánk, ez belemegy. Ugye ezt nem tudom betartani. Akkor, ha most nem dolgozom, mondjuk szabadságon, még akkor aha, be tudom tartani. És az ember akkor értékeli, mikor elveszít valamit, hogy, és ez ugye, hogy az ember egyre idősödik, akkor egyre jobban értékeli azokat a nyugodt perceket, pillanatokat, amikor magamban tudok kicsit szállni. Történt egy eset, hogy soha nem felejtem el, hogy egy másfél éves kisfiú meghalt. Én nekem ki kellett menni, mert én bűnügyi helyszínen vagyok, és meghalt. Most igazából a szülei gondotlansága miatt valószínű, hogy... Mi történt vele? Megégett a tüdeje, tehát megfulladhatott, tüdőgyulladása volt, nem kapott rendes gyógyszert, hanem ilyen naturlandos valamit adtak neki. És magas láza volt, és valószínű reggelre megégett a szegény kis tüdeje. Aha. És ugye pont annyi idős volt akkor, mint akkor a kislányom, olyan másfél éves körül lehetett, és azt látni ezt a kis picit, hogy ott fekszik hát oda ki kellett tenni sajnos az asztalra, mert le tudjuk fényképezni, meg ugye, elég csúnya dolgok ezek, nem hogyan mondjam, tehát le kellett fotózni mindent így, hogy néz ki, úgy, hogy néz ki, és akkor oda tudtuk kitenni egy ilyenkora asztalra szegényt, és utána elvitték ugye a temetkedési vállalat, és az akkor engem úgy teljesen padlóra küldött, hogy egy ilyen pici életed, ilyen, azt mondja, ilyen bagatell dolog miatt, egy szülői oda nem figyelés, hogy az egy dolog, hogy szegények, nem volt pénzük, de azt akkor kell volna segítséget kérni, hogy megmentsék a gyerekük életét. Nem mondták, lehet, hogy azt is szégyelték, hogy nem volt pénzük és nem tudtak a gyereknek gyógyszerülni, de akkor lehet, hogy valaki ezt tudta volna fordulni. Tehát nagyszülőkhöz, másik rokonokhoz, szomszédokhoz, és utána ezen sokat gondolkodtam, hogy egyszerűen nem tettek érte semmit, és hagyták meghalni. És akkor ilyenkor valami bíróság elé állítják? Nem lett ebből, mert ugye csak addig tartott a munkánk, amíg ezt első körbe készítettünk egy ilyen szemlét, és utána ezt továbbadtuk, aki ezzel foglalkozik bent a mozó kollégáknak. Nem tudom, hogy megbüntették. Vagy elég nagy büntetés volt az nekik, hogy elvesztették a gyereküket. Hogy most jogilag, hogy hogyan szankcionálták, ezt nem tudom, de az engem úgy padlóra küldött, hogy ilyen értelmetlen halál. Igen. Meg se jön ide, tehát meg se érkezik ide a földre valaki, és... Már megy tovább. És megy tovább. Pedig még mindig él, most körülbelül ilyen 9-10 éves lehet a kisfiú. Élhetni az életét. Akkor bűnügyi helyszínőként sok csúnya dolgot kell végignézni. Szenvedést lát az emberekre. Persze történnek jó, de eljön elsősorban igen. Tehát az emberi, hogy mondjam, az emberi hülyeség. Az emberi hülyeséget. Azt látjuk, hogy ez az, amiről beszéltünk az előbb, ez hiányzik az emberekből. Ez a, hogy ugye mondjam, nem is tudom ezt nem tudom, hogy megfogalmazni, hogy ez a dolházat, a tisztelet a másik iránt. Azért van a sok. Most én kell gondolok, hogy megverik egymást. Vagy öngyilkos lesz. Hát saját magával nem nincs tisztában valaki, szóval akkor, amikor erre szánja el magát. És ezekkel találkozunk. Ilyenekkel is. Mert akkor önöket küldi ki ezekre a helyszínekre? Igen. Meg ugye az embereknek az értékítélete. Tehát volt olyan, hogy betörtek hozzá, elvittek tőle több százezer forintot, és úgy viselkedett, mintha megölték volna a feleségét, vagy a nem tudom, vagy másik hozzátartozóját, a másik meghalt a élettársa, és akkor megkérdezték, hogy ő az. Tehát, hogy nem az értékrendje az embereknek. Hogy ez a 300 ezer forint mondjuk, az többet ér neki, mint mondjuk egy másik, akivel együtt élt, annak az élete. Tehát, hogy sokszor ilyen is találkozni az emberekkel, nem is tudom, hogy ennyire vetközni magunkból. Tehát a
az értékrenddel is baj van szerintem. Uh-huh. Hogy egyszerűen nem. Tehát az anyagi javakat azt előrébb teszik az emberek. Az emberi életnél? Az emberi élet, ami szerintem az egyik legfontosabb, ez az egész. Uh-huh. Ami mozgatja szerintem az egész univerzumot, hogy az életnek, nem csak az emberi élet, mert most ugye a növények, az állatoknak a tisztelete. Uh-huh. A természeti népeknél most tegnap néztem egy filmet, ez a cím, hogy Orfa. Uh-huh. Ez arról szól, hogy a 20.000 évvel ezelőtt játszódik, hogy van egy törzs, elmennek vadászni, a törzsfőnök fia az leesik egy szakadékba, azt hiszik, hogy meghal, de akkor túléli, és akkor találkozik egy farkas falkával, ahol megsebesíti az egyik farkast, és az vele marad. Azt meggyógyítja, és elindulnak hazafelé. Először a történet, és a végére kialakul köztük egy olyan ember-állat barátság, ugyan a kutya, végülis gondolom, ez ő lehetett a kutyák őse, az ember legjobb barátja, úgymond, és hogy ezt mutatja be, hogy mennyi szenvedés árán, mely barát, meg olyan ilyen kitartás, meg nem is tudom mi árán, meg hazaértek, és akkor azzal végződik a film, hogy ugye ez a kutya, ez egy szuka, és szül 5 kölyköt, és ott marad a törzsnél, és úgy kezelik, mint saját családtagjukat. Uh-huh. És akkor ott marad a törzsel a kutya, mondom, akkor ő lesz majd a későbbi kutyáknak az ő is, hogy a visszaeredtével ez a kreáció, csak maga a filmnek az atmoszférája, mennyire, uh-huh. hogy akkor mennyire közel volt a természethez az ember, mennyire tisztelte a körülötte lévő világot, annak része volt. Ugye most azt hiszük, hogy minden a miénk, örökké tart. És azt csinálunk, amit akarunk. És akkor ebből vannak a problémák, a nagy balesetek. Uh-huh. Pont azt beszéltük, hogy a Paksi atomerőmű, meg ugye Csernobil. Ugye Csernobilra most már mindenki legyint. Pedig Csernobil ott van. Még mindig. A mag ott van. Csak be van zárva egy fémburokba. Uh-huh. De ott van, és elpusztíthat bennünket bármikor. Uh-huh. És az emberi őrzés. Tudatlanság, hát meg a butasság, mert az gyakorlatilag két tudós elkezdett kísérletezni. Igen. És akkor... Azért mondom, tehát nagyon sokat, azt hiszik, hogy sokat tudunk, de közben igazából se volna vagyunk. Hát ott vagyunk, vagy... Meg ugye hát az ökológiai katasztrófák, amik történnek, és az emberekkel nem foglalkozik vele. Pedig ezek az igazi hírek, hogy az Antarktisz jege olvad. Igen. Állatfajok halnak ki. Az ember ugye nem... Meg mondom, tehát ebből kiindulva, hogy látom azt, hogy mekkora az emberi önzés. Hogy nem, keveset foglalkoznak ennyi is az emberek. Azért is mondta a feleségem, hogy vannak itt, mondom, kicsit beszélgetek, mert ugye a könyvből olvastam ilyen a keleti vallásokról, és akkor kicsit úgy megfogott a Krisna tudatú hívőknek a vallása, a zen, a buddhizmus, és hogy mennyire gyakorlatilag azt nézem, akkor mindenki ugyanazt keresi. Tehát, uh-huh. ahogy mondta, hogy persze. Istennek sok neve van. Igen. Istennek sok neve van, de egy van. Igen, egy Isten, ugyanaz a krisnások, a zsidók, a buddhisták, a keresztények egy Istene. Aki ilyen, nem tiszteli a másik vallást, az nem tudja ezt, nem jött még rá. Van az egyik lelki tanítómesterünk, mondott egy nagyon érdekes példát. És azt a példát mondta, hogy ugye volt ez a farkas vagy a kutyás példa, hogy a kutya felismeri a gazdáját, hogyha a gazdája öltönyben van, vagy szabadidőruhában van, vagy fürdőruhában van, bármilyen ruhában van, akkor a kutya felismeri a gazdáját. Ugyanúgy egy vallásos ember felismeri az urát, az Istenét, hogyha az más vallások köntösében jelenik meg előtte. És hogyha valaki ezt nem tudja megtenni, akkor még van mit tanulni a kutyától, a kutya az felismeri a gazdáját. Igen. Hát én azt mondom, hogy ha én szépen beszélek egy másik emberre, akkor is közelebb kerülök Istenhez, mint ha belerúgok. Vagy ha megsimogatom a kutya fejét, akkor is már közelebb kerültem Istenhez. Tehát, mondom, vagy mit tudom, én nem töröm el a faágot az erdőbe. Uh-huh. Én azt mondom, meg a kislánynak is ezt tanítjuk otthon, hogy nem. Tehát tisztelni kell a másikat. Uh-huh. Nem csak az embert, hanem minden, ami körülvesz. Uh-huh. Mert igazából Istenhez tartozik. Meg ugye azt mondják, hogy ezt a földet unokáinkról kaptuk kölcsön. Uh-huh. Tehát azt meg kell őrizni. Csak ugye nem mindenki így gondolja.
Igen, vannak ilyen ökolábnyomszámítások is, hogy melyik részén a világnak, melyik országba mennyi erőforrás használnak, mennyi földet használnak. És a legnagyobb ökolábnyoma az amerikai népnek van, 9,6 hektár. És vannak olyan népek, ahol mondjuk Banglades 0,6 hektár per fő. És nagyon széles a skála, és hogyha összeadjuk az egészet, akkor azt hiszem olyan kb. 1,8 hektár per fő van az egész világ lakosságára leszámítva. De most annyi az ökolábnyom, hogy olyan 2,83 körül használ. Tehát, hogy igen, majdnem dupla annyit használunk, mint amennyire használhatnánk. És akkor van is egy ilyen mutató, hogy az emberiség mikor használt el az évre kiadott energiát. Most nyáron volt megint egy ilyen napja neki, nem is tudom, júliusban vagy melyik. Igen, július környékén. Júliusban volt ez, hogy akkor azon a napon már felhasználtuk az idei lehetőségeinket. És akkor utána már a jövőből veszik el. Igen, most már a következő évet használjuk el. Igen. Igen, ez a mohóság miatt van, hogy többet... Ezt mindegyik vallás tanítja, ugye, hogy ez az önmegtartóztatás. Jó, mondjuk a keresztény vallásnak kicsit ez a túlzásba estek ezzel. Szerintem egy kicsit túlzás az aszkétizmus, amikor tényleg megtagadok magamtól mindent. Mert azt hiszem az indiai vallásban van ilyen, nem? Vannak ilyen vallási irányzatok, hogy annyira, hogy még a levegőt is úgy veszik, hogy maszkon keresztül, nehogy belégezze az apró rovalokat, az a jainizmus. Ja, ott is van ilyen, szerintem ez egy kicsit túlzás, nem? Igen, az a erőszakmentességnek a annyira szélsősége. Annyira tiszteli a körülötte levő, hogy ez egy kicsit túlzásnak tűnik számomra azért. Igen, nem annyira praktikus. Tehát, hogy igen, ott van a... Igen, jainizmus. Az, hogy igen, hogy mert tudattalanul is pusztítunk el élőnyeket valaki rá, azért is söprik maguk előtt a földet, hogy akkor ne lépnek rá bogarakra. De aztán ugye, hogyha valaki csak felforral egy pohár vizet, vagy azzal is egy csomó élőlénynek az életét kiosztja. Számomra ez már túlzásnak. Mikor olvastam róla, akkor számomra ez túlzásnak. Egy kicsit európai szemmel nézve, hogy európai szemmel lehet, hogy túlzás. Most lehet, hogy egy indiai ember számára, aki ebbe él... Az indiaiak se így élnek, amúgy. Ez már egy szélsőség. Igen, ez egy erőszakmentességnek a félreértése. Gyakorlatilag igen, erőszakmentesnek kell lenni, az úgy hívják, azt hogy ahimsa, hogy nem szabad ártani, erőszakmentesnek kell lenni. De valaki úgy tud igazából erőszakmentes lenni, hogy az életét összehangolja Istennek a törvényeivel, vagy Isten akaratával. És amikor ezt megtette, akkor az akaratlan ugye erőszakért, amit nem tudatosan követel, akkor az alól mentesül. De hogyha valaki nem figyel, nem hangolja össze az életét a legfelsőbb személy vágyával, akkor ezekért az akaratlan erőszakos tettekért is akkor felelnie kell. De ezért, hogy igen, nem kell ilyenbe, hogy akkor, mert valaki akkor meg se tudna mozdulni, mert még hogyha egy maszkot maga létez, még mindig történik ez a, hogy akkor... Megszakítalak benne. Megy tovább. Jó. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Örülök, hogy találkoztunk. Van egy ilyen elérhetőségünk, hogy YouTube